Kedd délelőtt a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren landolt a montreali világbajnokságról hazatérő magyar rövidpályás gyorskorcsolya válogatottat szállító gép. Az FTC és a magyar csapatolimpiai bajnok klasszisa a világbajnokságon történelmi tettet végrehajtó, egymaga 4 egyéni aranyérmet szerző Liu Shaoang nem utazott a csapattal, ugyanis megérdemelt szezonvégi szabadságát a tengeren túlon tölti. Hazatértek viszont a válogatott fiatal fradista tagjai, valamint Bánhidi Ákos szakosztályvezető, a magyar válogatott edzőmenedzsere is. Nemrég azt nyilatkoztat, hogy már-már felfoghatatlan, amit Liu Shaoang letett ezen a világbajnokságon és ebben a szezonban. Most, hogy azért egy-két napot az utolsó nap óta már sikerült aludni rá, mennyire sikerült felfogni ezt az egész teljesítményt, amit ő és a csapat nyújtott? Hát nem változott a véleményem, ez továbbra is nehezen adaptálható ez a teljesítmény. Ennyire egyértelműen és utca-ossza felgyalogolni a világ tetejére, megint ez döbbenetes teljesítmény volt áldótól. Mindig az az elvárás a versenyzőinkkel szemben, hogy mindenki a saját szintjén próbálja magából kihozni a legtöbbet, és próbáltuk az olimpia utáni formáját a lehető legjobban átmenteni, tehát hogy abból gazdálkodni. Nem úgy mentünk neki, hogy ilyen vagy olyan szigorú elvárás van, eleve ez egy nagyon hosszú idény lett, a Covid mindenkit betarolt, tehát hogy nem arról szólt ez, próbáltunk jókedvűen hozzáállni, hiszen neki nagyon jól sikerült az olimpiája, és egy örömkorcsázásra biztatni, de nem nagyon kellett biztatni, lehetett látni, hogy ő mit csinál. Ugye ő most egy húzó neve volt ennek a magyar csapatnak, nagyon sok olyan név, olyan versenyző volt kint, akinek nincs egyáltalán ekkora rutinja. Ha az egész csapat teljesítményét nézed, ugye volt ott egy váltó negyedik hely is, akkor mennyire vagy elégedett? Mindenképpen a fiatalok nagyon jól teljesítettek, többen voltak ki még a Ferencvárostól, ami igazán örömteli, például a Nógrádi Bence az 500 méteren első nap olyan időeredményt futott, hogy talán a második helyen állt vele egy másodperces egyéni, valami brutális, úgyhogy a fiatalok is nagyon jól teljesítettek. Mindenképpen azt kell mondom, hogy ebben az eltolt és nagyon elhúzódott idényben, ahol egy külön komoly feladat volt még életben tartani a versenyzőknek, főleg fejben, mentálisan a képességeit. Én úgy gondolom, hogy ez elég sikeres világbajnokság volt.